Első alkalommal rendezték meg Táján azt a háromnapos kézműves gasztroworkshop fesztivált, ahol 15 okajhegyaljai termelő mutatkozott be. A felvonultató vásár mellett interaktív workshopokon, előadásokon, oktatáson és tematikus kóstolókon vehettek részt az érdeklődők. A rendezvény helyszíne a tájai Majlott kastély és Oroszlános borhotel volt. Tokajhegyalja minőségi gasztrotermékeit előállító termelőket igyekeztünk megkeresni, sajtosokat, pálinkásokat, a tájai kisebb borászcsaládok is képviseltetik magukat, illetve ezen kívül vannak még sütemények, csokoládé, a szerencsi csokoládé, úgyhogy a gasztrotermékek széles repertoárját igyekeztünk felvonultatni. Tája a 18-19. Században Tokaj vonzás körzetének kiemelt területének számított, elsősorban bortermelése miatt. Ott volt a gazdagság, ahol a bor. Ez később hanyatlásnak indult, azonban az utóbbi évek fejlesztéseinek köszönhetően újra egyre nagyobb népszerűség mutatkozik a település és térsége iránt. Ezen fejlesztések egyik mérföldköve volt a március 15-e és 17-e között megrendezett gasztroworkshop, amelyen több száz vendég vett részt. Ez is azt mutatja, hogy a fejlesztéseket folytatni kell. Tokajhegy aljára az elkövetkezendő 5-6-7 évben 30-40 milliárd forintnyi összeg befektetés érkezik, ami éppen a kiemelt turisztikai körzetté való nyilvánításnak köszönhető. És új szállodák, új éttermek, új turisztikai attrakciók fognak épülni. A kérdés az, lesz-e elég program, lesz-e tartalom, amivel megtöltjük, amivel ide édesgetjük a vendégeket, hiszen a turizmusban egy óriási harc van, akárcsak itt a térségben is. És hát ezért fontos, hogy párhuzamosan kezdjük el úgymond megtölteni ezeket a rendezvényeket olyan programokkal, amire ide jönnek, nem csak a távoli Magyarországról, hanem esetleg külföldről is. A turizmus fellendítéséhez az infrastruktúra fejlesztése is szükséges. Ezért Hörcsik Rihárd, tája országgyűlési képviselője javaslatot nyújt be a kormányhoz az Abaúj-Zemplén út rekonstrukciójára. Ez több mint 10 milliárd forintos fejlesztést jelentene a térségnek.